Mert ennél a szakmának, de nem mindig a tudja sikeres.
Algum baterista de 16 évtizedig, és a projekt kapcsán 10-ben beállaltunk, hogy foglalkoztatunk, és ebben a gombatermesztő 10-ben foglalkoztatunk őket. Úgy azt is kérdezik, hogy beszéljük egy kicsit, nem csak az eredményekről, mert az eredményekről, az ilyen támogatási programok esetében sikeresen megteljesítettük, és azt is nem tudom, hogy egy ilyen pályalat, vagy egy mint a projektről beszélhetek, mert azért vannak ennek mutatói. Azzal együtt, hogy 2008-ban kezdtük a pályát, és 2011-ben volt kezdődött el a megjelenítés, közel három év alatt nagyon sokat változott a jogszabály. Akár a beruházás tekintetében körülbelül 11 szakmaságot kellett megkeresni, ami több szakmaságot megkérdezni, ahhoz, hogy az engedélyt, hogy a gyakorlatilag üzletet kiadják. Problémaként tudom elképzelni azt, hogy 2008-ban még 250 forinttal számoltuk az euró árfolyamot, 2011-ben 300 forinttal gyakorlatilag volt, ami megnövelte a programnak a intenzitásának költségét, ami megint csak egy olyan program, ami veszélyeztette magát a programnak a sikerességét. Tulajdonképpen a szakértők, illetve azok a szakértők, akik a programban dolgoztak, azokkal is vannak bizonyos probléma egy ilyen projektnek van, hiszen mi az ötödik kistérségben vagyunk, ahol az egyik legfontosabb ez a kistérség, szemüvel benne van a három eszékben a felépülések között, ott a Magyarországon, és mondjuk a környéken csak olyan megfelelő szakembereket tudunk kiválasztani, akik ebben a programban dolgoztak, akik nem elsősorban nem ez volt a legfőbb munkahelyük, hanem még a másik állásról hányadják el, és nem mindig tudtak, nem mindig tudták napi szinten kezelni a problémákat. És egy ilyen projekt esetében, mondjuk a foglalkoztatási projekt esetében fontos az, hogy egy olyan szakember legyen kiválasztva, ami szempontból is, aki napi szinten tudja kezelni a problémát. Sajnos az iskolázottsági szint nem csak a romák esetében, hanem a nemzetek esetében a figyelmények esetében hasonló szinten működik, szóval ott nagyon nehéz találni akár egy érettségizett szakembert is azon a környéken. Ezért voltunk rá kényszerülni, hogy Levisznak a helyzeti kihívás megkövetői az, hogy több éves tapasztalattal rendelkezzen egy-egy szakember, aki egy projektben dolgozik. Motorszónak a kritis mondja. Jó, tulajdonképpen is a célcsoport tekintetében pedig fontos az, hogy folyamatos megtalálás legyen, hiszen az emberek nem dolgoztak még hasonló üzemekről, hogy mindenkit, ha bár ez egy kis üzemnek tekintetünk, és még beszélhetnék még az értékesítésről is, ami hasonló problémákat szerintelünk. Szóval az, hogy egy ilyen térségben a vállalkozás típusú tevékenységet az sikerként legyen kell, ahhoz még kell, hogy nem is több plusz kell ahhoz, mint amit egy kívülszervezet nem tud szerezni magának, a kreativitáson és az akaraton kívül és sok-sok más is. Talán ennyit, és akkor majd ha lesz, hogy fogunk jól. Mindent nincs, hogy kiragadnám a szót. Mindegy a település vezetője, és Andrea a Kagymáron működő programoknak szinte az összesnek a szakmai vezetője. Amikor megkaptuk a felkérést, hogy ma üljünk el ide, és egy kicsit beszéljünk a Kagymáron történt dolgokra, akkor úgy álltuk össze a mai 5 percünket, hogy én próbáljam bemutatni komplexen a Kagymáron milyen tevékenység folyik. Ha megengedtek, akkor kicsit adjék miért, de őszintén azt kell, hogy mondjam, hogy amit a Nándor az előadásában elmondott, gyakorlatilag 100%-ban ebben a szemléletben dolgozunk Kagymáron, ugyanezeket a problémákat érezzük, amit őket rávilágított, és ugyan ezeket az elemeket helyezik egy az egyben hangsúlyt az elmúlt évek tevékenységei alapján. Kezdetben ez nem volt tudatos, ugye 2006 óta vezetem én a települést, egyrészt önkormányzati szférából jöttem előtte is, de ez a terület számomra idegen volt, az általános helyzetű
embereknek a támogatása és együttségnyújtása. Bele kellett tanulni, vagy meg kellett, és meg kellett ismerni a rendszer. Erre elment 2-3 év, most már azt tudom mondani, hogy az elmúlt 3-4 évben komoly eredményeket értünk el Batmár-Batmár-Batmár-Batmár. Batmár a Batmár-Batmár-Batmár megében, szinte a legnagyobb csücsében van a szerpatár mellett, a patár mellett település. Az összes hátrányos helyzetű települése jellemző adat Batmáron is felállítottében megtalálható. Annyiban, hogy nálunk a címeldom a lakosság az elmúlt másfél évtizedben jelent meg, költözött a településre, olcsó ingatlan, a 2000-es évek szoftver támogatása révén megtalálták a településünket, és ott tartunk, hogy kb. 8-10% a lakosságnak a naptaránya. Én azt gondoltam, hogy az 5 percben arról beszélek, hogy próbáljuk működtetni. Az én Lomtyám szép komplexen a hátrányos helyzetű embereknek a sorsát Batmáron. Nem kutató vagyok, és nem szociális szakember, ezért más megvilágításból közelítem meg valószínűleg a dolgot, amit teszik te. Én úgy fogadom össze, hogy 4 pillére nyugszik a Batmári rendszer, ahol 2 valószínű az, amit minden település csinált a saját munkája során. Az egyik a szociális támogatások, értem alatt a hagyományos szociális törvényt, a támogatásokat és a helyi speciális szociális támogatásokat. Ez az egyik lába a munkának. A másik lába a közfoglalkoztatás, amit én Nándorral egyetemben szükségesnek tartott, hogy valamilyen szinten lehet ezt másnak nevezni, munkálat című programnak, összehasznú közcélú foglalkoztatásnak, közfoglalkoztatásnak, de szükség van az ilyen szintű tevékenységre is. 2 okból, és mondom polgármesterként a nem szociális megközelítést, ha nincs ilyen program, akkor térdig járunk a bazva a településsel erre a szemétre, mert az önkormányzati gazdálkodási rendszer, az önkormányzati finanszírozása nem biztosít forrásokat ezeknek a programoknak az ellátására. Én annak nagyon örülök, hogy a közfoglalkoztatás kezd átfordulni olyan irányba, hogy értékteremtő közfoglalkoztatásnak nevezzük, így hogy érti ezt a szót, az lehet mutatkozni. Ez a lába gyakorlatilag elindult a start munkába. Nálunk téli közfoglalkoztatásnak hívják, meg a mezőgazdasági projekt is fut. Itt én azt gondolom, hogy a kifutása az lehet, mert az egyik előadásban kérdezte valaki, hogy mi a nulladik lépcsőről, hogy jutunk el az egy első fokra. Az én kialakult véleményem mai nap az, hogy közfoglalkoztatásra szükség van, de meg kell találni azokat a módokat és azokat a lehetőségeket, jogi formát, gazdasági formát, hogy a közfoglalkoztatás keretében a bevont személyeket plusz jövedelemhez tudjuk juttatni. Tehát a nettó 47.000 forintot legalább a minimál bérszintjére fel kell hozni. Ezt a jogi lehetőséget és a gazdasági formát adózás vonatkozásában is kormányzatnak meg kellene teremteni. Egy mondat is, hadd kérdezzek el, mint közben, hogy látod ez az értékteremtő közünk, ez mit jelent? Mezőgazdasági programot nem kell magyarázni, hogy értelme helyi termék. Egyik hasonló EU-s támogatós programból például csináltunk egy tésztakészítő üzemet, tésztagyártó képzést 14 hölgyet kiképeztünk, ez lesz egy lába az értékteremtő munkának. Másik lába lehet az, hogy például nekünk van egy, ha konkrét példát úgy mondtam, de ezzel világítottál legjobban, másik lába például az lehet majd, ezt ebben az évben fogjuk kialakítani, hogy van egy 1000 mester lakatos, aki gyakorlatilag bármit el tud jártani, mert a lakatos műhely Eszter lakatja megvan. Egy példa, amit konkrét mondtuk, a zajnövényzet biztosítóhoz, amit használnak az önkormányzatok, vagy bárki, annak van egy eleme, amit mi le tudunk gyártani nettó 1000 forintért, és 15.000 forint a boltban. És ez például lehet egy értékteremtő közmondat.
És a különbözetén nem lehet odaadni annak, aki ezt megtermelte? A bármit lehet, tehát ez a rendszer nem alakult. Ez csak egy példa, hogy ebbe én látok. De miért nem lesz fő vállalkozás? Hogy akkor ez miért közmunka, miért nem vállalkozáson csinálja? Vagy miért nem veszek el? Minden idejének, hogy hol tartunk. Bocsánat. Vagy minden idejének, hogy hol tartunk, jó? Meg fogja szerintem érteni. A második lába, illetve a harmadik lába, amit én támogató rendszernek hívok, ott gyakorlatilag üzemeltetünk biztos kedvet gyerekházat. Én a szociális költözamot is ebben a rendszerben képzelem el, illetve a mély szegénységben élő integráció projektet csinálunk. Ezt a három támogató rendszer működtetjük az önkormányzatnál, ez a harmadik lába a mi rendszerünknek, és a negyedik lába az pedig a képzések és a foglalkoztatása a általános helyzetű embereknek. Ez gyakorlatilag három olyan projektet kockára, három olyan projektet jelent, amit a Károly ismertetett az előbb. Kettőn túl vagyunk, és a harmadikat azt most kezdtük el január 1-én hasonló projektet. Ez a négy lába az önkormányzatnál, illetve a Katmár településen 2-3 évben működik. Ezt az évet szeretnénk arra felhasználni, hogy ezeket az elemeket illesztve a közmunkaprogram, értékteremtő közmunkaprogram, a képzések és a képzések által előállított tésztaüzem, lakatos üzem, stb. Hogy ezeket átfordítsuk egy olyan termelő vállalkozássá, ami jövedelmet fog tudni adni a hátrányos helyzetű embereknek. Első lépésben képzelem el, hogy a közmunkaprogramban nem lévő bér egész tisztességes jövedelemre. Másik lépésben, harmadik lépésben meg a önálló által fog tudni állni a rendszert, önálló által fog állni. Ebben az évben szeretnénk ezt a lépést megtenni, erre a forrásaink és a lelkét konkrét elképzeléseink is megvannak. Remélem, hogy ki fog alakulni ezt az erőteret, ami mozgatja ezt, én ezt helyi piacnak vagy helyi terméknek hívom. Nevezhetjük ezt a mezőgazdasági termékekre is, és a élelmiszeripari, meg a rendesipari termékekre is. 5 perc lenni. Ámi, de vagyis te látogatod. És a kérdésre esetleg a választ? Megszaktam, de nem volt elég egy gyorsan. Miért nem vállalkozási formára csinálják ezt? Nem. A van ez a kitűnő lakatos mester, miért nem csinál egy KFT-t, és miért nem prosperál a KFT-vel együtt? Azért, mert a lakatos mester arra jó, azt tudja most jelen pillanat, hogy odaáll az esztertapadhoz, és bármit megcsinál. De arra nem alkalmas, hogy önállóan vállalkozzon. Tehát a lakatos mestert arra nem tudom rákírni, hogy menjen be a legközelebbi városba, és tegyen meg a szükséges alapanyagot. Ilyen a lakatos mester. Oda fog állni, csak alkalmatlan arra, hogy értem a választ. De most alkalmazott, már fölvették, nem közmunkának. Ő alkalmazott egyébként. Egy integrált ember. Tehát ő alkalmazott jelen pillanatban. Én a szociális szövetkezetnél is úgy vagyok... Most az a következő követ. Vagy a kapcsági formára akartam valamit mondani. Jó, nem kérjük. Közvetlenül a romák foglalkoztatásáról nehéz beszélni, mert azokban a kis programokban, amiket az előbb pár évben néztünk, mert egy ilyen fogyasztósági program szintjén működik, általában olyan településekkel működnek a programjaink, tehát olyan a környezet, ahol vegyes lakosság van, ezért tulajdonképpen a rászorítsági alapon kerülhet ilyen működnek. És itt három dolgot nagyon röviden szeretnék kiemelni. Egyrészt, amikor a gazdaságfejlesztés volt a fókuszban, és akkor a kisfejkei szövetkezeti gyümölcs termesztést szeretnénk előhozni, ami olvasható, aki még nem olvasta, ne tegy, keresse rá. Ott az volt ugye, hogy a TSZ-ben örököltek 60 hektár hajszigarac kültetként, ami szép privatizálódott, aztán rájöttek, hogy ez egy darabokban nem megy, elkezdtek összeállni a gazdák, elkezdtek működtetni azt a kis
termelős értékesítő szövetkezetet, rájöttek, hogy ennek van piaci alapja, a Kajszi egyébként feladható, bármennyi mennyiségben, a Nyugat-Európában hiány a tűz, és összejött egy, ma már több mint 500 hektárnál tart a telepítés, 3 fa gyakorlatilag ebből él, de mivel profit szemlélet volt és gazdasági alapra helyezték, tehát hogy tényleg az alkalmas munkaerőt keresték, ezért mindenki dolgozik a programban, csak a fabrikai romákkal. Ez az első szám. De hogy ez profitkai. A másik, Belecska, ami most már meghalt, de régen ez egy működőképes történet volt. Itt a polgármester elképzelése az volt, hogy mindenkit, aki munkanélkülinek rászorul, megpróbál beintegrálni a magatos programjába, kerül, amiben kerül. Ha 5 év kell annak az embernek, hogy talpráljon, akkor 5 évig kezdik el vele ezt a munkát. Itt egy állatorvos volt a polgármester, és olyan volt, mint egy jó pedagógus, és ő azt is mondta egy halálra előtt, hogy igazából most már úgy érzi magát, hogy ő egy ártott pedagógus, és neki az a dolga, hogy az emberek lelkével foglalkozzam. És össze tudtam mindig kaparni azt a kevés kis állami pénzt, amivel ezeket az embereket be tudta rakni a programjába. Ez ilyen 15-20 fő volt, tehát nem valami nagyra kell gondolni, nem tudom, hogy egy első 10-15 éve nem is volt egy szintű közösség a kalapban. És ott az összes helyi roma be tudott kerülni, és aki egy kicsit így visszajött a munkaerőpiacra, ő szépen el tudta menni oda dolgozni, és egy csomó ember kivéltek a programba. Ha más nem takarítanak meg, de kivéltek. És utána a belső szférában dolgoztak. A harmadik pedig, hogy ezek az esetek mind arra utalnak, Katymár is, tehát hogy védj egy helyőröst. Ez vagy egy polgármester, kell lenni egy embernek, aki ezt az egészet elkezdi, és felelősséget vállal, integrálja maga alatt a közösséget, és elkezd úgy gondolkodni, hogy a saját hasznát nézi a közösségnek a fejlesztését. Itt két dologra szeretnék kitérni, egyrészt, hogy a szakirodalom is már írja, hogy a polgármester állományok eléggé kontraszelektár, bárhogy nem... Igen, van egy csomó falu, ahol már tulajdonképpen maga a polgármester is négy szegény, és olyan iskolázók is. Azt látjuk, hogy azokon a településeken, ahol még roma és nem roma közösség él együtt valahogy egymás határán, ott valahogy mindig kitermelődik a jó programokról beszélünk, tehát ahol most látjuk, hogy működik, hogy ki tudtak termelni olyan polgármestert, aki viszi az egész közösséget, és nem azt nézi, hogy most kivecinek neki a cigányt, és próbálja egyben kezelni ezt a történetet. Jó pár ilyet tudom mondani, mind a mellett, hogy ezeken a településeken a legnagyobb a veszély annak, hogy és van az a kör, akik már ilyen gettosodott falvak, hogy tényleg mindenki elment onni, és már majdnem nincs tudva választani a polgármestert, de vagy olyan ember kerül a közösség érdekel, hogy tulajdonképpen itt magát is nem korábban őket tudjon, mert nem megint tudjon már mozgatni a szállatot, vagy azt az embert választják meg, akik a félnek. És ez egy teljesen kritikus történet, amikor már deprivált egy közösség, akkor megválasztja az uzsorást. És akkor ott meg nincs keresni valami. Tehát oda jöhet a bármilyen karitatív szervezet, mint a magyar állam, nem tudjuk áttörni ezeket a dolgokat. Következő gyors tört, amihez már hosszúkodott, mint ezt tetszettek az a szociális szövetkezetekről szól, és a szociális szövetkezeteket szintén követjük, hogy ilyen produkát szintén az lenne a feladat, hogy kivégítek, nem mondjátok meg, hogy ahol miért van, miért jó, mire jó, mire lehet használni területben. Most ugye egy szociális gazdaságnak egy új ilyen, nem tudom, rákövés, akár is rájön össze a szociális szövetkezet. Azt mondom, hogy klasszikusan ugye úgy jöttek létre a szövetkezetek, hogy főtulajdonosok összeadták a földjüket, közösen megjövendő gazdaságosan, vagy emberek, akik valamit ellállítanak, akkor értékesíteni, elreállítani bármilyen környezeti szövetkezeti egyesült formában. Ehhez képest most ugye forrás és projektírás orientált szövetkezetek jönnek létre, ahol földdel, munkával, termékkel nem rendelkező munkanélkülőket pakolnak együtt, nem tudják keresztül forrásokat kapni. Rosszul látom, több ez, miért ez jó ez, mire jó. Úgy látom, hogy a szociális szövetkezet, amire kitalálták, hogy a tankönyv például van írva, az ott egy ugye olyan
vállalkozási forma, ahol autonóm emberek, demokratikus emberek számára is összedobják, amik van, és elkezdenek valamit működtetni, úgyhogy mindenki egyenlő van a törvényben. És közben nagyon érzékenyek a közösségi igényekre, meg az arra a környezetre, amit bennük jönnek, tehát próbáljuk segélyezni, esélydőlőséget teremteni, stb. Stb. Ezt a szakirodalom írja egyrészt társadalmi vállalkozásnak is, tehát van egy ilyen fogalom most már a szociális gazdasági körben. Most azt hiszem, hogy ez az, ami Magyarországon nem létezik, tehát nem tudom mutatni, hogy egyet se. Én egyet tudok, aki megpróbálta a tankönyv szerint a Ferde Sándor Széchenynek, ez az elmúltikó szociális szervezetben, az is csoport. Tehát egy általános helyzetben emberekkel próbált meg, hulladékgazdálkodást, nem tudom, hogy voltak, nem mezőgazdasági alapjáról. Szerintem ez egy, a mai magyar környezetben ez egy utópia, hogy általános helyzetben emberek saját hajukkal fognak irányítják kártyúból, amikor belekerültek, még akkor is, hogyha van egy jó vezetőjük. Azt szeretném mondani, hogy a szociális szövetkezetet, mint jogi forma még élnek Magyarországon, csak amit a tartalma tulajdonképpen minden az lesz, mint egy kártyú, csak éppen a tulajdonviszonyú papíron nem az lesz, mint egy kártyúban, de ugyanúgy lesz egy egyszerű vezetése, aki erőforrásokat fog odahozni, és kvázi alkalmazza azokat az embereket, akik belépnek vele. Én most ezt látom, realitásnak. Egyébként pedig a szociális szövetkezetben működik, akkor azt majd diplomás emberek fogják megcsinálni először, amikor a szemünkben tényleg társadalmi vállalkozás lesz, és nem az adó iskolázatnak. Hasonló negatív példáig a tűnnek is volt hogy az emberkéves tapasztalatokból, hiszen nem csak most például készítsünk szövetkezetet, a szociálisban is egyébként minden tagnak egy szavazata van. Az
azért ennyire egy kicsit differenciált, amit a járvonzott. Másrészt viszont a társadalmi vállalkozások, mint ahogy a Nádi voltra is, léteznek a világban, és nagyon szegény országokban is léteznek, de tényszerű, hogy úgy kell beszélni róluk, ahogy ennek a valósága van, hogy általában ott eredményes, ahol van egy-két tagja, aki azért lép el, de segíteni akar. Ezért rossz ezt magyar példára átvinni, mert rögtön az jut eszünkbe, hogy aki ebbe belép, az majd el is viszi. Van Magyarországon már ilyen, egy vállalkozás, amiben van értelmiség, de neki a személyes küldetése, hogy ilyen feladatot is elvállaljon, és ezt csak azért mondtam zárásként, mert most én nem szeretem ezt a törvényt, meg nem is jó, meg a írása jó. Egy dolgot megtett, az, hogy megengedi, hogy belépjenek az önkormányzatok, mert ha valahol meg mégis úgy lenne, hogy az önkormányzat ezt az értelmiségi támogató szerepet tisztességgel el tudja vinni, akkor abban van lehetőség. Csak neked ez nagyon szerencsés együttállásokat kell. Szövetkezett hát 5-7-8 fős izéket, amikor 3-4 érte túl, tehát a 300-ból pár érte csak túl. De ezek kicsi kísérleti vállalkozások, ügyes emberekkel. Az amiatt bukott meg a többséget, amit mondott is, hogy egyszerre valaki tulajdonos meg alkalmazott. Tehát nem nagyon lehet az, hogy én azt mondom, hogy hát tessék szerintem dolgozni járni józanul, mert akkor ő leszavaz engem a közgyűlés, a konszenz. Tehát hogy ez elvileg egy ilyen mondásos történet. De szerencsére a legújabb jogszabály, amit nem tudom, hogy elfogadtak-e már, ez most van napirenden, az megvalósítja azt, hogy a szociális szövetkezet tartósan munkanélküli tagja, az vagyonként az ő munkaerejét viszi be, és hogyha sokáig van ott, akkor utána 2 év múlva a földben vagy az állatban haszonbéletet lehet. Úgyhogy most már ez a dolog jó, nagy és totál kámasz. Totális kámasz. Veszélyes a dolog, és ennek van egy alváltozata, ami még veszélyesebb, és az meg ide is tartozik, az pedig úgy hívják, hogy foglalkoztatási szövetkezet. A foglalkoztatási szövetkezet tudni, hogy minimum 500 tagból jön össze, mondom, 383, 5 tag vagy 5-7 tagból sem tudott működni. Szedjünk össze 500 tagot úgy, hogy a kisebbségi önkormányzat valamely, tehát akár a sváb kisebbségi önkormányzat is, de legalább 500 tagot a faluban. Tehát, hogy 500 tagot nyilván a roma önkormányzat hozhat be, és akkor abból jön létre egy szociális szövetkezet. Mit fog csinálni, meg hol neki, nem tudjuk. De például azt találták ki, hogy itt a közfoglalkoztatás munkaerő kölcsönzéssel formában is lehet, magyarul ő mint egy kölcsönző adja ki. Ez már a totálház. És ez most kormányzati szinten fut. Tehát a szociális szövetkezet az állnál sokkal kell. És befejezésül csak azt akarom mondani, hogy nagyon is alá kell támasztani azt, hogy maga a szociális vállalkozás, vagy társadalmi gazdasági vállalkozás, ami kicsibe, 5-be, 10-be, Európában marhára kell, hogy menjenek, mennek is, és a 2014-20-ban nagy projektek lesznek támogatandó a különböző vállalkozásokat. Hogyha Magyarország azt csinálja, hogy erre rámondja, hogy minek szövetkezett, akkor ebből borzasztó szörnyű helyzetek lesznek. Mert hogy akkor például elszívja a lehetőséget azokból a kisebb vállalkozás, a te kompromizemettől el fogja szívni a lehetőséget. Mert ott csak 10 lesz. Úgyhogy nagyon oda kell. Legutolsó, legyen, bocsánat, legesen utolsó.